Welche Station ist das? Sopronban vagyunk. Hogyan jutott el idáig ez a kamion? Sopronon, ha jól számolt, a 33. állomása a turnénak, az összesen 68 állomásból. Mi a cél? Fontos, hogy a reformáció 500. évében egyértelművé tegyük, hogy a reformációnak különböző gyökerei vannak. Alapvetően Luther Márton indította el, de utána számos reformátori erőfeszítés történt. Prágában már Luther előtt Husz János, vagy Zürichben Zwingli, vagy Genfben Calvin, és még sok más reformátort emlegethetnénk. Például Magyarországon, Sárváron Szilveszter János nevét mondhatjuk. Hogyan fogadják a különböző helyszíneken önöket az emberek? Ez az 5. állomás, ahol jelen vagyok, és azt tapasztaltam, hogy nagy örömmel fogadtak mindenütt bennünket. A kamiont mindig 8 ember kíséri, és ők is mindannyian nagyon lelkesek. A városokban a reformációi gyökereket, a történelmet igyekszünk bemutatni, amelyek köré a város saját programokat szervez. Minden városban más és más a történelem, és a jelenben is mindenütt van valami érdekes és különleges. Egész Európát bebarangoljuk. Most délről jövünk, aztán Magyarország után még pár lengyel város vár ránk. Majd Skandináviába és Baltikum városaiba megyünk. A kiindulási pont Genf volt, és Wittenbergbe érkezik meg a jármű. Miért ez a két város lett a kezdet és a vég, és miért ebben a sorrendben? Wittenberg egyértelmű. Ott zajlik az idei évben a legtöbb reformációi program. Igen, de ez lehetett volna akár a kiindulási pont is. A város azért lett a végpont, mert május 20-án kezdődik itt a reformációi világkiállítás, és ezekkel a történetekkel, élményekkel felvértezve kell odaérkeznie ennek a kamionnak, és ott kell majd bemutatni a hosszú út során összegyűjtött emlékeket, benyomásokat. Genfben azért kezdődött, mert Genf is európai reformációi város. Igen jelentős ökumenikus központok vannak. Itt működik az Egyházak Világtanácsa, a Lutheránus Világszövetség, és röviddel ezelőttig Református Világszövetségnek is itt volt a központja, és a Svájci Református Egyházszövetség is itt van. Tehát elmondhatjuk, hogy korunk egyik reformátori központjából indultunk el. 19 európai város vesz részt ebben a projektben. Elmondhatjuk azt is, hogy ez nem csak országokon átívelő projekt, hanem egyházakon átívelő is. Hiszen az evangélikus, református, uniált, sőt, az anglikán egyház is érintett benne.